egészség megőrzés egyszerűen című előadáson, amelyet azért tudunk megtartani, mert házigazdánk, mindenki Szösziként ismert, kedves házigazdánk lehetővé tette ezt, úgyhogy hálás köszönet neki. Úgyhogy igyekszem, hogy úgy részt venni ezen az előadáson, hogy méltó legyek a helyszínre. Hát a témára kitérve, illetve bocsánat, tehát aki nem ismer engem, Bicok Bendegúz vagyok, jelenleg természetgyógyászattal foglalkozom, de ezt annyira nem kell komolyan venni, igazából is én pont ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, csak most jelen pillanat úgy csinálok, mint hogy ez lenne a fő tevékenységem. Megfogját, vagy kicsit hagyd tegeződjünk már, jó, mert nekem ez a magázás az úgy nem mindig jön be. Szóval az az igazság, hogy most is körülbelül 30 kérdés jön felém, elég nehezen tudom kezelni, de egy 5-10 perc, amikor már bemelegettem, már nem lesz ilyen probléma. Maradjunk annyiban, hogy a mai témánk az a vese és a húcsholyag, és a vese és a húcsholyagnak a kapcsolata lesz. Ugye a múltkor az előző előadáson kiveséztük valamennyire a tüdő és a vastagbelet, illetve annak a kapcsolatát, hogy ez természetgyógyászati megközelítésből hogyha azok betegséget mutatnak, milyen megoldásokat kínálnak, és hogy hogyan lehet ezeket valamilyen módon, de egyszerűen kezelni. Leszögeztem akkor is, hogy én szerettem az orvosokat, ők jobbról jönnek, mi megyünk balról, nem kell semmiféle nagy jelentőséget tulajdonítani, hogy jobbról vagy balról, mindenki végzi a saját munkáját, és ennek következtében igazából vagy kiegészítjük egymást, vagy gyakorlatilag párhuzamosan, attól függően, hogy az illető személy milyen hitrendszerrel van megáldva, támogatjuk őt, és ennyi, semmi több. Nagyon sokszor várnak tőlem valami olyasmit, hogy hát helyezzem le a voksomat egyik oldal mellett, másik oldal mellett, vagy álljak be középre, ezt múltkor is mondtam, én nem fogok beállni középre, én jelenleg természetgyógyász vagyok, tisztelem az orvosokat, és itt zárjuk is le ezt a témát. Többet nem szeretnék ezzel foglalkozni, viszont a vesével és a húcsholyaggal annál többet. Mesteremnek, dr. Molnár Gábornak van egy gyönyörű mondása, amit így az elején szeretnénk így elétek tárni, ez így hangzik. Ha nem fogadsz el engem olyannak, mint amilyen vagyok, akkor hibát hibára halmozok. Ha elfogadsz engem olyannak, amilyen vagyok, akkor csak egyre jobbá és jobbá válok. Miért mondom itt ezt a dolgot? Azért, mert hogy a vese tulajdonképpen semmi másról nem szól, mint a világhoz, a világgal való kapcsolatunkról. Arról, hogy hogyan tudunk kapcsolódni a környezetünkhöz, a párunkhoz, a gyerekünkhöz, egyáltalán mindenhez, ami körbevesz bennünket. Na de hogy miért? Azért, mert én szeretném azt elmondani, hogy a világ semmi más, mint egy tükör, amiben saját magunkat nézzük. Semmi több. És ebben a világban mi mindig párokban kommunikálunk. Lehet, hogy én be tudok egyszerre fogadni ezt a pár embert, de igazából, hogyha valamiféle kommunikációt szeretnék lefolytatni, akkor mindig valakinek a szemébe nézek. Oda nézek, ott egy kapcsolat, oda nézek, ott egy kapcsolat, ott, ezt most mindenhol megcsinálhatnám. És ezen kívül, amikor én valakinek a szemébe nézek, a teljes másik világ, ami körbeveszi, megszűnik. Az is dob. Aki azt mondja, hogy ez nem így van, hát jó, hát abban most nem állok levitatkozni, nézze meg, hogy így van valójában. Szemkontaktus. Ezért mondom én azt, hogy a párbeszéd az mindig két ember között zajlik, és nem, benne van a szóban sok párbeszéd, nem 10 vagy 20 ember között is. Nézzétek meg, leáll 3 ember beszélgetni. Akkor mi történik valójában? Az történik valójában, hogy két ember áll velem szembe, ide beszélek, majd oda beszélek. Ide beszélek, oda beszélek, aztán jó mellé beszélek, nem így van. Szóval folyik egy párbeszéd. Ezért van a másik szavunk is, hogy párhuzam, vagy párkapcsolat, mind erről szól. Ezt kell észrevennünk. Jé, hogy a vese is páros szerv. Igen,
Mert ez is erről szól, a kapcsolatokról. Ezért szeretnék erről az oldalról elindulni. Mit is tud ez? Hát, jobb-vese, bal-vese, kedvese, hitvese. Ezt, hogyha rendesen megtekernénk, akkor lenne itt visítás, meg egyebek. Nevetés, de szerintem itt ez a közönség elbír egy nagyon tisztink vált viccet. Az úgy néz ki, hogy két hölgy beszélget. Azt mondja az egyik a másiknak, hogy hát persze, nyugodtan. Itt minden van. Két hölgy beszélget. Hát a kapcsolatokról beszélünk, az otthoni házas életről, azt mondja az egyik hölgy, hogy hát én bevallom neked, drága, én háromszor vagyok együtt a párommal. Nézi a másik, azt mondja, én egyszer. Tényleg nincs is férjed. Azt hittem, hogy a te párodról beszélünk. Szóval érdekes dolgok ezek, de az az igazság, hogy itt kezdünk belemenni abba a témába, hogy hogyan is kapcsolódunk egymáshoz, és hogyan is tudjuk felvállalni a saját kapcsolatainkat. Hát nehezen. Én pedig azért, mert mivel, hogy létrehozunk magunk körül egy burkot, egy védelmi burkot, egy olyan fajta személyiséget, amelyik folyamatosan megjátsza magát. Mert hogy elmegyek a munkahelyemhez, ott valamit mutatnom kell. Megismerkedek valakivel, ott valamit mutatni kell. A gyerekemnek jó apát kell mutatni, ha nő vagyok, jó anyát kell mutatni. Ha bemegyek a munkahelyemre visszakanyarodva, ott egy jó beosztottat kell mutatni, vagy egy jó főnöket kell mutatni. Ezek különböző szerepek. Igen ám, de hogy a szerepek között, a szerepek váltásánál nem ártana egy kis időt adni magunknak, mert amikor átfedések vannak a szerepekbe, azokkal mindig saját magunknak okozunk problémát. Hogyan értem ezt az egészet? Hát például úgy, hogy a munkahelyemen nagyon kemény feladatokat adtak nekünk, és nem igazán tudunk ezzel mit kezdeni, meg vagyunk, le vagyunk terhelve. Mondjuk azt, hogy fizikálisan nem vagyunk a legjobb állapotban, hazamegyünk. Ez egy ilyen stressz állapotot hozott létre, és mivel, hogy nem adtunk magunknak elég időt a két szerep között, ezért otthon egy feszültebb, ingerültebb állapotban mondjuk neki megyünk a gyereknek, és csúnyán beszélünk vele, ne adj Isten, még testileg is bántalmazzuk egy pofonnal, mert hogy ezt most miért csináltad, nem érted meg apádat, hogy nem látod, hogy mennyire fáradt, és hogy képzeled ezt a dolgot, megjelenik a párom, annak is mit kezdek mondani, nem látod, ideges vagyok, mit akarsz, mit érdekel engem az anyád, egyebeket, puf, mit csináltam, a munkai problémát hazavittem, a két szerep között nem adtam időt, a két személyiség gyakorlatilag, a két szerep nem tudott megfelelően kifejlődni, ezért nem érkezett meg az anya vagy az apa, és már problémát csinált. Lehet, hogy úgy néz ki, hogy nem ideig ez a dolog, de hát tulajdonképpen igen, mert hogyha nekünk ez a probléma megjelenik a testünkbe, és mondjuk én férfi vagyok, és a párom pedig nő, és őt én megbántom, vagy ő megbánt engem, akkor nekem gyakorlatilag ez az egész dolog a férfi részem fog jelentkezni, mert én vagyok sértve, és onnantól kezdve nekem a jobb vesében problémáim lehetnek. Elmegyek orvoshoz, megállapítják, van egy vesegyulladás, fölírják a gyógyszereket, kezelik az egészet, 2-3 hét alatt kikurálnak, majd újra visszakerülhetek ebbe az egészbe. És ilyenkor jön a természetgyógyászat, amikor azt mondja, hogy na de nézzük meg, hogy mi van mögötte. Mi lehet az az érzelmi töltet, ami ezt a problémát okozza? Ugye úgy kezdtem az elején, hogy párkapcsolati problémák esetlegesen, vagy párbeszéd, vagy a világgal való kapcsolódásunk. Hát de ezzel nem szokott senki foglalkozni. Mert hogy akkor őszintének kéne lennünk magunkkal. Szeretnünk kéne magunkat annyira, hogy bevallom, hogy én vittem haza az egészet a munkahelyemről. Bocsánat, itt szőnyeg is van. Tehát én vittem haza a problémát a munkájámról, ráraktam a feleségemre, az az egészet visszatükrözte, az egész bennem csapódott le, és rögtön mentem az orvoshoz vese problémával. Azért hallgatok egy picikét, mert azt lássátok meg,
hogy az emberek nagy többsége úgy kezdi a problémát, hogy a feleségem a hibás. Hiszen ő miatta vagyok beteg. De ez nem így van. Én vittem haza a gondot. Az én felelősségemet nem szabad ebből kitenni. Most egy picit tegyük arra ezt az egészet, azért, mert hogy több ilyen témát szeretnék idehozni. A vese a világhoz való kapcsolódásunkat is jelzi, mégpedig azért, mert olyan dolgokat is befolyásolhat, vagy legalábbis szabályoz, mint a hallás. Nem hallok semmit a világból, azt csinálnak, amit akarnak. Vagy... Ez most sok. Ezt nem lehet. Jó. Vagy a hajunk állapotát. Kihullik a hajam. Az epidermis, a külső részünk kapcsolódás a világhoz. A vese megint érintett ebbe a dolgba. Ritka haj, teljesen kopasz, mint majdnem én, ez gyakorlatilag hogyan állunk a világhoz, milyen megterhelések értek, milyen problémák voltak az életemben. Nagyon sok olyan nő van, akinek hajritkulása van. Ő gyakorlatilag semmi más problémája nincsen, mint valamit nem tud kezelni úgy az életében, hogy az ne okozza nála ezt a problémát. Orvosilag megtalálják rá a gyógymódokat, de a lelki hátteret, azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy ő nem képes kapcsolódni a világhoz, hogy ez a probléma megjelent az életébe, abban senki nem foglalkozik. Amikor ezt megtalálják, érdekes módon megszülhet a hajhullás is. Férfiak esetében az impotencia. Ami azt jelenti, hogy megfelelési kényszer. Meg akarok felelni egy adott problémába. Ami azt jelenti, hogy én teljesíteni szeretnék. Honnan tudom én, hogy a párom elvár-e tőlem valamit ténylegesen? De hogyha én azt hiszem, mivel hogy a kommunikáció kiesett az életből, és a párkapcsolat valamilyen szinten kicsit távolabb helyezkedett, hogy az ő elvárása, az őneki van ténylegesen egy elvárása, abban az esetben én, nálam jelentkezhet, hogy impotencia. És amikor elmegyek és ezt kezeltetem, amíg nem találják meg ténylegesen azt az okot, hogy semmi más nincsen a háttérben, mint azt, hogy én vagyok az, akin azt hiszem a másiktól, hogy ő azt hiszi, vagy azt gondolja én rólam, addig semmit nem lehet találni ebben a kapcsolatban. Ezt kell észrevenni, hogy én vagyok az, aki a másikra teszek egy dolgot, hogy biztos ő azt várja el én tőlem. Elsőre lehet, hogy bonyolultnak hangzik, de ki fogom fejteni ezt az egészet, mégpedig azért, mert hogy minden egyes problémák mögött ez húzódik meg. Mit hiszek a másikról? Mit hiszek a világról? Hát mit hiszek a világról? Mit ismerek a világból? Hogyan lehet ebből kilábolni az, amikor oda megy az ember a tükörhöz, és úgy kezdi az egészet, hogy na öreg! Aztán itt a múltkor is mondtam már, ott a probléma gyökere a te kis fejedben van. De hát ebben nehéz ám szembenézni. Meg nem igazán szeretjük itt magunkban az önvizsgálatot elkezdeni, mert sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ő a hibás, meg az a probléma. Hát miért nem lehet ezt itt kezdeni? Miért nem lehet azt mondani, hogy kérem szépen, hát látom a fejedet, Jézus Mária, hogy néz neki, főleg reggel. Először, nem, hát én belézek a tükörbe, reggel jól kívánok, jó, ez én vagyok. De tényleg ez van. Ez komolyan, jövök így az ágyból. Tehát az önvizsgálatot valahol itt kellene kezdenünk. Miért szeretjük ezt halogatni, vagy legalábbis arrébb tolni? Azért, mert nagyon mélyre kell mennünk, akár a vesénkig. A vese az a legutolsó kuka. Oda megy minden az ég adta egy világba. Minden. Minden azon keresztül megy ki. Mese. Igen, az emese is. Szóval minden ott megy ki. De igazából nekünk hatásunk van arra, hogy mi is történik a szerveinkben, hogy mi is történik a veseinkben, hogy hogyan állunk a világhoz, hogyan állunk a saját szervünkhöz, és mi az a dolog, amit elengedünk, és mi az a dolog, amit megtartunk.
mit érdemes elengedni, a mérgeket, az olyan dolgokat, amik hátráltatnak, amik a problémát okozzák, amik megváltoztatják a hozzáállási lehetőségünket, hogy pozitívan vagy jobban álljunk a dologhoz, és elengedjük azokat, amik mérgeznek, amik nem kellenek ide, a sérelmeinket, a fájdalmainkat, a ne adj Isten, a múlt héten, hogy beszóltak, vagy bármi mást. Na de hát azon olyan jól lehet csámcsogni. Olyan jól lehet azzal foglalatoskodni, hogy a múltkor is beszéltem, hogy a tyúkról, ami jön felé, meg amiből bőing lesz. Aki nem volt itt, hogy hogyan csinálunk egy apró problémával, ami hatalmasat, mert az olyan jó hangzik, hogy befeküdtem a kórházba, pattanással, de mire kijöttem, már legalább 4 vakbél műtéten estem át, és átvarták a jobb lábamat a bal lábam helyére, és hidd el, Gizikém, hogy ez egy szörnyű állapot, és milyen állapotok vannak a kórházban, ne is mondjad, 3-an feküdtünk egy ágyba. Ezt miért csináljuk? Azért csináljuk, mert hogy a dráma az az élet. Tehát hívjuk azt, hogy az egónak, ami ott karattyol időnként, az drámaszakos. Ő csak akkor érzi magát jól, hogyha fölpörgethet valamit, hogyha valamit túlreagálhat, hogyha valami tragédiát tud belevinni az életbe. Igen, ám csak hogy elfelejtjük azt, hogy oké, hogy átadjuk az uralmat időlegesen ennek a kis karattyolónak a fejünkbe, csak az leül az asztalhoz, főkajálja a vacsorákat, aztán mondja, hogy öreg, akkor most mi a problémád, miért vagy ilyesmi, miért engedte ide? Hogy ugye a múltkor, hogy mondtam, hogy bevisz az erdőkbe minket, ott hagy a francba, a sötétbe, kimegy és kintről röhög, hogy na mi van, nálam van a zseblámpa, tehát te ilyenet találsz ki. És ezt azért mondtam, mert nagyon sokszor az van, hogy annyira belekeveredünk egy problémába, és annyira el vagyunk foglalva egy adott helyzetnek a gondjaival, vagy nem is tudom, a nehézségeivel, hogy észre sem veszük, hogy olyan könnyen és olyan egyszerűen kiléphetnénk belőle. Egyszerűen. Ez a mottoja ennek az egész beszélgetésnek, vagy ennek a kis előadásnak. És most el is kezdem ennek a kibontását, vagy legalábbis a megfogalmazását. Hát a vese problémáknak a vége, ugye ebben fekszem egy kórházba, és akkor dialízist csinálnak, és úristen, tönkrement az életem, de azt nem veszem figyelembe, hogy hát hogy jutottam el ide? Mit is tettem én annak érdekében, hogy először leállt az egyik vesém, aztán a másik, aztán pont nekem nincsen donor, akik meg ki tudják cserélni. Az egész családban nincsen lehetőség, hogy ezt megoldják. Itt haldoklom a kórházba, és már lemondtam magamról, az orvosok már régebben, és akkor csak nézek, hogy most mi a fenét is csináljak. És még mindig van lehetőség innen is visszajönni, amikor az ember elkezdi megkapargatni a felszínt, és azt mondani, hogy öcsi, nézzük már meg, hogy hogyan is kezdődött ez az egész. Mi volt az a mérhetetlen mennyiségű méreg, meg szemétség, amit én csináltam az anyámmal, a testvéremmel, a feleségemet csak 4-szer csaltam meg hetente. És tulajdonképpen mit is tettem még, és a vége az egésznek az, hogy észreveszem, hogy egy hatalmas nagy fekete gömb van itt előttem, és abba fürdök, meg rá is raktam saját magamra, mert ez jól néz ki, és akkor sajnálom is magamat, és igenis a veséim tönkrementek. De hát én voltam az egésznek a felelőse. Én vagyok az egészért a felelős. Akkor most én kit is kell, hogy hibáztassak? Hát első körben saját magamat, de azt sem kell hibáztatni. Csak rá kell jönni arra az egyszerű megoldásra, hogy engedjem el az egészet. Úgy, ahogy van. Meg tudom változtatni a múltat. Nem. Akkor most mit rágódok rajta? Nem egyszerűbb egyszerűen csak azt mondani, hogy megcsináltam. Elmegyek mindenkihez, bocsánatot kérek, amennyire lehet elvajazom a dolgokat, vagy helyrehozom, és megbocsátom magamnak, hogy voltam olyan hülye, hogy belementem ebbe az egész helyzetbe. Majd ennek következtében a következő alkalommal már nem követem el ugyanezt a hibát, hanem egyszerűen szebben csinálom. Így mit változtatok meg? A jelenen keresztül megváltoztatom a jövőmnek a lehetőségeit, és a jövőben menő menetelésem során az emberek másképp ítélnek meg,
megváltoztatom a világhoz való kapcsolódásomat, és innentől kezdve nem azt fogják mondani, hogy az a, hanem azt fogják mondani, hogy milyen érdekes, hogy ez egy pár fordulaton ment keresztül az az ember, hiszen még évekkel ezelőtt egy minősíthető volt, most meg egy teljesen más hozzáállása van. Vajon hogyan csinálta? Önvizsgálattal. Önismerettel. Hogy szemben mert nézni a saját magának a régi démonjaival, és ennek következtében azokat semmisé tudta tenni. Mit mondom ese? Hogyan is volt? Megjött az északi boszorkányt, rátelepedett az egész világra, ott álltak mindenki, karddal küzdöttek, mindenki pusztult el, oda ment egy pár gyerek, azt mondta az északi boszorkánynak, szavasz. Ennyi. Nem adtak figyelmet neki. Abban a pillanatban az egész északi boszorkány így szétporlott. Pedig előtte már tömegek pusztultak el harcban, és nem sikerültek. Hiszen mi történik? Aminek figyelmet adunk, az abban a pillanatban elkezd erősödni, és egyre duzzad, és egyre nagyobb fekete felhő lesz. Tehát mit mondtam az előbb? Ülök ott a kórházban nagy fekete maszlagamon, és folyamatosan a múltamon rágódom, hogy mit sztom el. De abban a pillanatban, hogyha nem kezdek, nem ezzel vagyok elfoglalva, hanem azzal, hogy hogyan tudom ezt helyrehozni, hogy hogyan tudok kimászni ebből az egészből, hogyan tudom jobbá tenni, hogy megváltoztatni ezeket a dolgokat, onnantól kezdve, hát itt szépen elporlat, mint az északi boszorkány. Eltűnik a büdös francba, az kész. Vannak olyan fajta dolgok, olyan fajta hozzáállások, hogy azt mondják, hogy hát menjél inkább bele egy másik országba, menjél Indiába, menjél egy ashramba, találsz egy mestert, és akkor az ad neked egy nevet, nem bántjuk, mert tökéletes jó ez a dolog, ad egy nevet, ami más, mint az eddig, és akkor le is tattad a múltodat, és akkor minden megvan oldva. Igen, nem csak, hogy ott bent az ashramba, ott az emberek önvizsgálattal vannak elfoglalva, és igyekszeznek szembeállítani, szembesíteni saját magukat a múltban elkövetett hibáikkal. Ennek következtében lezárják a dolgokat, és amikor onnan kijönnek, és ne adj Isten, még meg is világosodnak, ne adj Isten, 2%-nak sikerül, akkor már teljesen más emberként térnek vissza, és ugyan a szomszéd azt mondja, visszajött a Béla Indiából, nem látszik rajta semmi, pedig mit vártam? Tehát hosszabb lett a haja, meg ilyen hülyeséget hord a nyakába, de amúgy semmi. Közben azt nem látja, hogy az ember ez egy nyugodtabb lett, lerakta a terheit, megbocsájtott magának, bocsánatot kért, ha másként nem mentálisan a többiektől, vagy hogyha olyan dolgok voltak, akkor ezt te is mondta neki, vagy képes volt a másik ezt elbírni, és onnantól kezdve kezdheti az új életét. De ezt meg lehet csinálni anélkül, hogy elmennék Indiába. Egyrészt rohadt messze van, másrészt meg papa, most nincs pénzem, de aztán kész. Hát itt vagy is meg tudok csinálni. Nem kell hozzá, csak az a hülye tükörök, mondtam az előtt. Belenézek, és azt mondom, Istenem, atyám. Már jönnek az Atya Úristen, amikor elkezdek visszafenni, menni az életembe, akkor jönnek az Atya Úristenek, hogy ezt tényleg megcsináltam. Tényleg lefeküdtem. Pont azzal, ha, hogy néz ki, akkor is úgy nézett ki. Semmi nem változott. De én megváltoztam. Én megváltoztam, én tettem ezért a dologért. Ennek következtében megváltozik a hozzáállásom a világhoz, tehát hogy természetgyógyászati oldalról, érzelmi oldalról nézzük ezeket, már nagyon mélyen vagyunk. A tizedét nem tudom elmondani, mert annyi minden van. Olyan mélyen vagyunk, hogy azt vesszük észre, hogy az összes problémának a gyökere csak is kizárólag bennünk gyökerezik. Sehol máshol. Tehát akkor az én vesém problémáját kire tudom ráterhelni? Senkire. De magamra se kell, csak egyszerűen szembenézni vele, megbocsájtani a múltamban elkövetett dolgokat, lépni egy nagyot jobbra vagy balra, hogy szeretném, és onnantól kezdve azt mondani, hogy én egy új ember vagyok, én szeretném megmutatni, hogy én jó vagyok. Hogy tele vagyok jósággal, tele vagyok tisztasággal. Igen, tudom, múlt héten adtad nekem azt a trágya kocsit, te vagy jó, hagyjad már nekem. Csak azt elfelejtjük, hogy ez a múlt héten mondjuk 5 évvel ezelőtt volt. Hibáztam, ne haragudjál. Oda megyek, bocsánat, kész. Minden. De nem, mint hogyha elsikáltok volna ezt a dolgot, mert eljöttél hozzám, beperelti az ügyvéddel, háromszoros összeget kellett kifizetni, akkor még miért emlegeted mindig vissza ugyanezt az egyetlen egy helyzetet? Hát vedd már észre, hogy már megfizettem érte ezt a dolgot,
elkövettem valamilyen csalást, megvisznek a dutyiba, levernek rajtam, 10-20 évet, kijövök, miért emlegetik még mindig föl ugyanazt? Hiszen kifizettem, de az emberek nem szeretnek megbocsájtani. De ha én nem tudok valakinek megbocsájtani, akkor saját magammal szúrok ki, mert akár vese problémát is csinálhatok magammal. Ugyanis minden, nézzétek meg, minden probléma, betegség mögött a megbocsájtás hiánya ott vigyorog, így csíz. Csak ez van mögötte. Jó, oda lehet rakni félelmet, fájdalmat, akármit, mindent. De igazából, hogyha megkapargatjuk, és azért mondtam, nagyon mélyen vagyunk, akkor a megbocsájtás hiánya. Mit mondanak? Ezt nem fogok megbocsájtani annak a szemétnek. Rohadjon meg. Akkor se bocsájtok meg neki. Az nem is tud róla. Éli világát, Havajon vagy akárhol, kit marcangol? Engem. Szétmart. Mindent. Kompletten. És akkor csodálkozom, hogy benézek a tükörbe, és 26 éves vagyok, de 72-nek nézek ki. De nem fog megbocsájtani, hogy ott rohadjon meg azt. Hát ez butaság. Ez butaság. Ezeken az előadásokon nem általános iskolai tananyagról beszélünk, hanem rettenetesen kemény, mély önvizsgálatról, és tudom, hogy nem mindenki tudja ezt egyből benyelni, és nekem nem kell ezt elhinni. Haza kell menni, bele kell nézni a tükörbe, Jézus azt mondta, az lesz rá az első követ, aki nem csinál ilyet, vagy nem követette bűnt soha életében. Uff, elég jó megfogalmazta, nem? Nagyon jó ember volt. Még proféta is volt, minden. Vallást is csináltak rá. Pedig megmondta, ne építsetek nekem kőtemplomokat vagy magát. Szót előre. Az mégis. Elmondott mindent előre. Elmondta azt is, hogyan lehet kimenni innenre, a 8 boldog mondása. Elmondta azt is, hogy hittéljünk, ne ítélkezzetek, itt éljetek az anyátok, Úristen. Mégis mit csinálunk? Azt láttam, kopasz. Vajon miért kopasz? Biztos, mert ezt csináltam, meg azt csináltam. Honnan van az autója, meg az egyébként? Hát és hogyha dolgozott érte? Vagy ha nyert a lotton, vagy akármit, még olyat családtam, de akármit. Szóval, mindenkinek joga van. Joga van az embereknek. Baromi szegénynek lenni, és joga van iszonyatosan gazdagnak lenni. Egy dolgot felejtünk el, én pedig azt, hogyha ez tényleg egy láncolat, és életek sorozatán keresztül veszünk részt ebben a játékban, mert rohadt jó játék ez, akkor egyszer multimilliómos vagyok, egyszer meg az utcán megyek így körülbelül. Mert most éppen azt akarom kipróbálni. Hát könyörgöm. Ezért nem fogom azt elítélni, aki így megy, hogy nem már meg a miatt kiszúr magával, biztos egy nagy bronyó van. Nem, én most azt játszom. Vagy nem mondom azt neki, na, azt honnan van neki az, hogy biztos ezt csinálta, vagy azt csinálta. Most ő azt játsza. Tehát nem úgy kell a vallást értelmezni, hogy elmegyek és ábelesz, kóbelesz, ott csinálom, akkor hobbe. Tehát rengeteg igazság van ezekben a dolgokban, hanem oda is kell figyelni, hogy mit mondanak el. Meg oda is kell figyelni arra, hogy mit akar az nekünk adni. Minden, az egész élet. Hogy mondja a mesterem, hogy az utolsó hangjától is lehet tanulni, az egész a piccikázik, olyan szolgálos, mint az atom. Így megy, nem mondja meg, ő most megtöglött. És addig dolgozik egyfolytában. Hát legalább akkor tényleg mit szorgalmaz, hogy tényleg, otthon ülök így, így, ma azért nem dolgozom, mert esik a hó, hónap azért nem dolgozom, mert nem tudom, mi van, hogy abból nem lesz semmi. Hát akkor lehet a hangjától tanulni? Persze. Azért mondom ezeket a dolgokat, hogy kicsikét nevessünk, mert akkor nevetünk, akkor oda tudom tenni a tényleges információ. Mert ugye az doró, öröm, derű, mosolykás, az ugye felrezegtet bennünket, és amikor rezgés fölmegy elég magasra, akkor rohadt befogadóak vagyunk. Amíg csak ülünk, aztán... Ó, itt egy óra, nem láttam. Így nem megy be semmi. Így nem megy be semmi, mert ugye egyszerűen nem vagyunk befogadóak, hiszen örömteli. Megismerkedek valakivel, hát nem úgy ülök a randin, hogy... Nézd, mondjuk Garfield úgy ült. Ronda, rettenetes a ronda volt, a másik mocska ült, hogy mit mondjak ennél, ez csak egy fölült, azt mondja, bocs, elfelejtettem, hogy nős vagyok, és elment. Na, most már jó, ebből vagyok.
Szóval ide indultunk, hogy ez legyen az egész. Szóval a gátfridok vagyunk, hogy rendesen csak nem tudjuk, hogy ki ruhában nem látszik, hogy csak a sohátom. Szóval, mitől jön létre a vesében mondjuk a vesekő? Megkövesedett sérelmek. Mit szóltok ehhez? Megkövesedett sérelmek. Az az enyém, nem akar. Megsértett. Mikor? Még 3 éves koromban az oviba elvett a kedvenc játékomat. Ezt csináljuk, hát ezt. Csak nem biztos, hogy óvodában vagy egyébként valami más. Fú, és akkor ezekből a dolgokból millióat egy csinálok, és a szervezet még csak nyög. Azt mondják a bölcsek, képzeljétek el, hogyha 45 percig hagynánk a testet nyugodtan, erre vannak úgynevezett ilyen asztális projekció, tehát kiszállunk a testből, akik hisznek ebbe, azoknak gondol ezt a dolgot, és onnantól kezdve 45 percig ott hagyják azt a testet, azt meggyógyítja magát, bármiből. 33! Így van, 33. Tehát bármiből meggyógyítja magát. 45 perc, nem 33. Tehát 45 perc alatt bármiből meggyógyítja magát. Tehát ekkora... Hogyan mondjam ezt, hogy én is értsem? Tehát van egy centrifugánk, belepakoljuk azt a rohadt sok vizes ruhát, megfogjuk és működjét, akkor is, hogy így csinálunk, a centrifugán majd beledöglik az egészbe, vége van, lejár, azt mondjuk neki, na, látod milyen szar ez a gép, tiszta víz minden. Na így csinálunk a testünkkel is, hogy lefogjuk a sérelmeinkkel, a fájdalmainkkal, a múltban elszenvedett dolgainkkal, amiből tanulunk, mert miből tanul az ember, amikor igazából olyan jó nagy probléma van az életében, jó nagy szenvedés, akkor az rögtön fogja tudni, mit csinál a gyerek, belegyúl a gyertyába. Megégette, bőg, mint az atom, de nem hiszi el, még egyszer belegyúl. Akkor megégett, kész. Onnantól kezdve tudja. Nem ezt csináljuk? Minden tiszteletem a hölgyeké. Kedves, drága hölgyek! Az a férfi, aki egyszer arcon üt bennünket, és nem hagyjuk ott, az meg fogja még egyszer csinálni. Sőt, a végén nagyon meg fog bennünket verni. Mert segít, azt mondja. Próbálja azt mondani, hogy nem volt elég egyszer? Hát akkor most 2-szer vagy 3-szor. Nem. Gondolta komolyan. Ezt mondja nekem a szemben ülő hölgy, az egyik ilyen terápián. Hát megverte őt, így, ilyen kék-zöld volt, meg szerintem így is állt szegénykémnek a feje. Azt mondja, nem gondolta komolyan. Hanem mit, hogy megvert? Azt mondja azt. És akkor ülök ott, és azt mondom, hogy jól van. És a következő alkalommal még egy súlyosabb testi sértés van, és akkor végén kikötnek esetlegesen a rendőrségen. A rendőr is próbálja elmondani, azt mondja, hányszor verték meg. 3-szor. És nem érti a rendőr, azt hiszi, hogy rosszul hal. 3-szor? Minek kellett magát 3-szor megverni? Ugyanazt mondja a rendőrnek is, nem gondolta komolyan. Hát szóval ilyenek vagyunk, hogy azt hiszük, hogy a másik nem gondolja komolyan. Dehogy nem, komolyan gondolja. Komolyan gondolja a sérelmet, a megbántást, hogy átver bennünket. Mindenki mindent komolyan gondol, ugyanis egy érdekkapcsolati viszonyban éljük az életünket. Én el akarok valamit adni? Azonnal el tudom adni azt a valamit, hogyha megkapcsolódás a világgal. Én mindig a veséről beszélek. El tudom adni azt a dolgot, hogyha megfelelően tálalom, és egy olyan érdekkapcsolatot hozok létre, aminek következtében az a másik, érdekelté válik azzal, hogy ezt megvegye, vagy elfogadja ezt a dolgot. Ne vicceljen, már most miről beszélsz? De, ez van. A barátomat érdekelté fogom tenni, annak érdekében, hogy a barátom legyen, mert egyszerűen csak jó szándékkal, jól állok hozzá, szép dolgokat teszek vele, őszinte vagyok vele. Érdekkapcsolat? Ez is. Nem arra kell gondolni, hogy mennyit fog nyerni ezen a akármi is mennyi pénz, az egy másfajta érdekkapcsolat. Ezt, amikor beleviszik ugye beleviszik az üzleti világba, ott ugye komoly meetingeket, meg egyebeket tartanak ezzel, hogy hogyan lehet ezeket úgy becsomagolni, érthetetlen szavakkal, meg egyebekkel, hogy azután eladhatóvá váljon az emberek számára. Ez semmi más. Mit csinál a marketing? Volt már szerintem 30 vagy 40 évvel ezelőtt, még régebben is megvolt már a keret nélküli akármilyen szuper szemlencse. Hú, mindenki emlékszik, hogy hányszor adták először ilyen vastag kerettel, aztán csiszoltan, aztán félizével, aztán domillal, aztán egyebekkel. Ugyanazt a dolgot szétbontották, eladták, nagy, büdös nagy dolgét keresett valaki. De előtte oda ment valaki, és ezt így szétszette, érdeke volt neki azért, hogy jó sok pénzt keresse,
és az embereket, mivel megfosztották az információktól, ezért azoknak érdekük volt nekik, hogy azokat vegyék meg. Belecsempésztem ezt a szót, hogy információ. Az előző előadásomban elmondtam, hogy a világban minden energia, hullám és információ. Minden követelnék. Lehet ezen vitatkozni, de felesleges. Az körülbelül olyan ezzel az egész dolgon vitatkozni, amikor fölmegy a kislánya, vagy egy férfi fölmegy a repülőre, és nagyon unatkozik, és látja, hogy a mellette lévő székeneti kislány úr, na azt mondja, egész végig beszélgetni fogok ebbe a gyerekkel, és mondja neki, na figyelj ide kislány, innentől kezdve, amíg oda nem érünk, nézz rá a gyerek, mit akar ez a bácsi, a Jóistenről fogunk beszélgetni, hogy van vagy nincsen, vagy egyebeket. Nézi a kislány, azt mondja, jó van bácsi, én egyet kérek szépen, azt mond meg nekem, hogy azt mondja, kint van ez a gyönyörű szép legelő, kint van rajta egy kecske, kint van rajta egy tehén, meg egy ló. A ló az citromot pottyant, a tehén pottyant egy nagyot, a kecske még ilyen napot. Hogy ez miért van? Ránéz a szürke, azt mondja neki. Ha honnan a francból tudják, mondja ez a gyerek. Kinek vegyél te bácsi? Hogy te még a kakiról se tudsz semmit, és az velem meg az Istenről akarsz beszélni. Inkább üljél le. Hát ennyi. Na szóval. Azért mondtam ezt az egészet egyébként, másrészt meg azért, mert igazából nagyon sokszor úgy állunk hozzá a dolgokhoz, a fogalmunk sem semmiről. Miért? Azért, mert a valóságról nagyon keveset tudunk. A semmiről mindent. Arról mindent. A valóságról nem azért jöttünk ide, hogy megtapasztaljuk ezt a valóságot. Jó, akkor mondjuk azt, hogy nem azért élünk, hogy valami rálátásunk legyen a dolgokra. Képzeljétek el, hogy ha most elfogadjuk a bölcseknek azt az állítását, hogy több tudatszint van, tehát hogy létezik sejttudat, szervtudat, testtudat, tiszta tudat, kozmikus, dicsőséges kozmikus, egységes mező, Krisztus tudat, Isten megvalósítást, hogyha ez létezik. De mennyit érzékelünk ebből? Hármat se. Már a testünkre se tűnik nagyon sok minden, hogy az miért úgy működik meg. Tiszta tudat. Tudjátok, hogy az milyen közel van? Csak annyi, hogy egyszerűen nem azzal vagyok elfoglalva, hogy a Béla mit mondott, meg hogy a ez mi volt, meg egyébként, hanem egyszer csak körbenézünk, jön valaki, ránézünk, és akkor azt mondom, hogy hát én velem már találkoztam ezzel a dologgal már régebben. Mert hogy a fejünkben lévők is valami, hívjuk egy racionális elmének, rögtön odavágja. Hú, ebben nem kéne szóba állni, nem minősítés, mert belül folyik egy dolog, nem kéne szóba állni, mert ő már múltkor átvert, és akkor azt mondom, oké, szia, meghallgatlak, és megyek tovább. De ez kell egy tiszta állapot, amikor egyszerűen én úgy álljak hozzá a világhoz, hogy képes vagyok elfogadni, úgy kezdtem az elején, hogyha nem vagyok képes téged úgy elfogadni, amilyen vagy, akkor hibát hibára halmozol. Tehát azért kezdtem így el ezt az egész beszélgetést, mert hogy azt vegyétek észre, hogy nem ő velem akar kitolni az a másik, hanem egyszerűen én megítéltem, mielőtt még találkoztam vele. Aki ismeri, az csak hadnevesen, aki nem. Buddha ül a tanítványával, oda megy valaki, és egy bőnyállal jól leköpi. Bocsánat, ezt csinált. Buddha fölnéz. Van még valami mondani való? Tanítvány lemerevedett, mint az akármi. Az az ember elment, mert ott hagyta, és mondja Buddha tanítványának, hogy én nem azért vagyok szomorú, mert ő leköpött. Mert ő azért köpött le, mert valaki mondott neki valamit. Valamit hallomásból, akár is létrehozott egy megítélést, és ennek következtében ez lett a végeredménye. Na de te ismersz engem. És mégis ezért vagy kiakadva, hogy én miért nem ugrottam föl, és vertem le neki három pofont. Azért, mert csak saját magammal szúrtam volna neki. Ennyi. Ezt nagyon nehéz megcsinálni, amikor átjön a szomszéd, és azzal kezd el engem piszkálni, hogy én molesztálom a feleségét. Amikor ki sem mentek a lakásból 10 éve mondjuk, de ő szent meggyőződése van, vagy akkor, amikor megjelenik a rendőrség, rámveri, nem bántjuk őket, mert fontos a munkák, rámveri az ajtót, és akkor azt mondja, hogy följelentettek. És biztosan tudják, hogy marihuánát termesztek a pincébe. És mondom neki, ember, ez egy egyszintes ház, nincs pincé. De a szomszéd följelentette, és akkor nekem el kell mennem, és meg kell védeni magamat, mert ez a törvény. Tehát azért mondja, nem bántunk senki. Most akkor mit csináljak én ott, kiabáljak, hogy hát nem tudom, el kell mennem és meg kell védenem magamat a legjobb tudásomnak megfelelően, nincs pincém,
fölveszik a jegyzőkönyvet, hazamegyek és el van felejtve az egész. De attól még megvádoltak. Így van, attól még bennem ez a rossz érzés ott van, és hogyha ezt nem tudom megbocsájtani és elengem ezt a sérelmet, mit mondtam az előbb, akkor ez létrehozhat egy kellemes kis vesekövet nekem itt hátul, és akkor szúr, meg nyom, meg akármit csinál. Majd fogunk róla beszélni, hogy azt hogyan lehet eltüntetni ezt a sérelmet, meg hogyan lehet ezt kezelni, de igazából így, melyik utcáról menjünk még be itt, aztán írtam még egy másik. Jó, igen, ez is nagyon jó. Hogyan is jönnek létre ezek a betegségek? Hát úgy, hogy szükségtelen dolgoknak adunk figyelmet. Olyanoknak, aminek semmi értelme nincsen. De ahogy múltkor is szétszedtünk egy pár magyar szót, hogy ez mit is jelent. Tehát szükségtelen. Képzeljétek el, hogy magyarul a ség az lapos csontokat jelent. A lapos csontokban vörös csontvelő van. A vörös csontvelő felelős a szervezetben a vörös vér sejteknek a termeléséért. Ez pedig information. Információ. Ez áramló a szervezetünkbe. A vér egy jelképes kapcsolatot teremt a hajunk vagy a fejünk búbjától a lábunk ujjáig mindenhol. Információcsere. Ha most ezt nézzük, akkor hogyha én azt mondom, hogy szűk, tehát az azt jelenti, hogy csak egy bizonyos dologgal foglalkozó ség, tehát információ, és ez telen, az azt jelenti, hogy én vagyok benne, magyarul lesüllyedtem annak az információnak a szintjére, akkor semmi más nem történt, mint ez az egy szó azt jelenti, hogy szükségtelen, tehát olyan dologgal foglalkozok, aminek abszolút nem kéne. Amikor ilyen információval foglalkozom, az létrehozhat bennem egy érzelmi töltetet, ne adj Isten egy sérelmet, vagy egy elengedési problémát, vagy bármilyen hasonlót, és az mit csinálhat? Betegséget. Tehát nézzétek meg ezt az egyetlen egy szót. Mert ha azt mondom, hogy szükséges, akkor az az információ rám vonatkozóan nekem kell, tehát én nekem szükségem van erre. De ha nem, akkor a szükség te lenn. Hát a fosztóképzővel megáldva, az azt jelenti, hogy én lesüllyedtem. Mit jelent ez? Hogy is vannak a problémáim? Mit mond a magyar? Ben vagyok a szarban. Itt van. Ezt mondja, megint találtam. Az azt jelenti, hogy olyan dolgokkal foglalkozok, amik lényegtelen. Mivel? Anyagiakkal, gyökércsakra, kettes csakra, párkapcsolaton belül, csak a szexualitással, följövünk a plexusba, a harmadik csakra, csak a barátok, csak a család. Ennyi. Mind a háromba, aki beleragad, az lemmaladt, úgymond ő alatt, mert ugye azt mondta ez a jó ember, hogy mielőtt bármit is tesztek, övezzétek fel magatokat. Magyarul hozzétek föl a problémát, az egészet a szívetekbe, egész másképpen nézzünk rá. Az Isten áldjon már meg engem. Hát nem így van. Te így van. Abban a pillanatban, amikor nem úgy nézek rá arra a barátomra, aki valamilyen okból kifolyólag ártott nekem, vagy biztos előre kitervelte ezt az egészet, hanem ide följövök, és azt vizsgálom, hogy vajon mi vitte rá, hogy ezt az egészet megtegye, és megkérdezem tőle, rögtön kiderül, hogy nem is tudott róla, hogy nekem azzal kárt okozott, vagy nem is direkt csinálta, csak véletlenül, és nem merte vállalni a felelősséget, az már megint egy más probléma, és onnantól kezdve a megítélés, igen más, onnantól kezdve gyakorlatilag egész másképpen állok hozzá. Hát onnantól kezdve kiesik az ítélet belőle, létrejött a megbocsátás villámgyorsan, nem kell nekem ezzel megküzdeni, nem okozhat nekem testi problémát, nem fog belemenni a vesémbe, megint mi a vese kapcsolódás a világgal. Millió egy dolga, nem tudok már annyiféle kapcsolódási helyet találni, hogy én értsem a dolgot. De rengeteg van, nem lehet semmit kivinni ebből az egészből. Minden csak ebbe van benne. És még a húgyhólyakhoz rá se tértünk. Mert ugye lehet mondani azt, hogy a húgyhólyag, hogy a kínai gyógyászat mit jelent, hogy a vese mit jelent, ugye a vese az egy jineszer, a húgyhólyag egy jangos rész. Jang ugye mindig, ami kívül van, felül van, ami melegebb, ami erőteljesebb, férfiasabb, a jin az meg pont az ellentétje, belül, hátul, alul, az egy nőiesebb rész. Hát
így, hogy én is értsem ezt a dolgot. Tehát megint itt van egy másfajta dolog, megint két társszer, megint egy jelképesen egy férfi és egy nőnek a kapcsolata, higgyétek, minden erről szól. Minden kivétel nélkül. Azért találtak el Jóisten ezt a játékot. Jó, azt még elmondom. Lehet, hogy meg leszek verve, de akkor sem mondom. Férfi, attól elnézést kérek, senkit nem bántok. Jóisten beszélget a Évával, és mondja neki, hogy végre tudunk beszélgetni, amióta adtam a Ádámnak ezt a valamit, hogy tudjon vele játszani, nézd meg ott a homokban milyen szép rajzokat csinálgat. Addig is mi nők nyugodtan tudunk beszélgetni az élet szép dolgairól. Látom, nem lesz senki nevet, mindenki meg jót rögök magamban. Miért mondom ezt az egészet? Mert képzeljétek el azt, hogy azt mondják, hogy a nő megteremtetett az oldalbordából, a férfinek az oldalbordájából, a ségből, előbb már mondtam, az információból, az azt jelenti, hogy a férfi, mikor létrehoz, mikor megalkották, onnantól kezdve az jól működött. De szeretett volna valami jobbat csinálni, senkit nem bántunk, a Jóisten kivette az információt, és létrehozta a kettes verziót, még a személyi számba is az meg kettes. Ez fontos dolog. Egy, kettő. Nem így van, hogy egy, kettő, nem, egy, kettő. És létrehozott valamit, ami jobban működik. Ezért neki oda tudta adni a gyerekvállalást, oda tudta adni, hogy 10 éve mindig ráver a férfiakkal, életkor szempontjából, meg úgy egyáltalán. Tehát ezt úgy érzelmi töltés van általában mindig. Sokkal jobb a rálátása, bonyolult, ami nem annyira oké, mert például, hogyha megvilágosodást nézzük, úgy kell képzelni, hogy itt van a, tételezzük, hogy ez a megvilágosodás. Itt áll a nő, így háttal a megvilágosodásnak, a férfi még 10 millió kilométerre, de pont látja így. Ki ír oda előbb? A férfi. És miért? Azért, mert a nőnek mondják, hogyha fordulj meg, kizártok. De ott van mögötted. Ennyi. Tehát mindenkinek megvan az előnye. Minden egyes dolognak. Ezért mondom, hogy itt egyensúly van. És ebben ugye az egyensúlyban van egy szép hullámzás, amit hogy én nem vagyok férfi, akkor kicsidok azt, aki fönt van, azt a nőt. Ha lent van és nő vagyok, akkor kicsidok azt, aki férfi. Nem kell elfogadni, el kell fogadni a másikat olyannak, mint amilyen. Ennek következtében az egyre jobb lesz és szebben tud működni, és akkor már a párkapcsolat is jobban néz ki, és nem azt kell szídni, hogy mit csináltam múlt héten, hanem egyszerűen nem tetszik, el kell válni. Férfiaknak mondom, könyörgök. A nőket úgyse tudjátok megérteni. Kizártó! Vagy szereted, vagy nem. A szereted együtt maradsz velem, nem, viszont látásra szervusz, fizikén megyek máshol. És ez így működik. Minden férfi azt mondja, hogy nem így van, mert megváltoztatom. A nők azt mondják, hogy majd ők megváltoztatják a férfi. Hát nem sikerül, ebből jönnek létre. Hány alkoholista férfi mellett van egy nő, aki azért van, hogy majd én miattam megváltozik. Igen, hát az kizárt dolog. Az lesz a legutolsó. Nem. Majd megváltozik az a férfi, ha úgy ítéli, hogy ő meg szeretne változni. De a nő miatt nem. De a nő segíthet ebben, egy férfi segíthet a nőnek, tehát oda-vissza lehet ez, de csak akkor, amikor nem vagyok erőszakos, amikor képtelen vagy, képes vagy képtelen, tehát amikor képes vagyok elfogadni. Mert általában képtelen vagyok elfogadni, mit mondtam az elején? Hogyha nem fogadsz el olyannak, mint amilyen vagyok, hibát hibára halmozok. Tehát mit mond egy nő? Nem tudom elfogadni a páromat, aki alkoholista, nem tudom elfogadni, ennek következtében megint be fog rúgni, meg. Hát elmondják a bölcsök, csak nem hallgattunk rám, mert valami hülye írta, nem is ismertem. Akkor 10 000 évvel ezelőtt, ami nem is létezik, mert ugye mit mondanak egy-két okosok, hogy 6 000 évvel ezelőtt élt? Na Isten, nem mindegy, szóval, hogy ezek így vannak. Hát nem, ez egy sokkal régebbi folyamat, és nagyon régóta játszunk itt, és amikor ezeket az információkat elbírjuk, az azt jelenti, hogy már közel vagyunk arrahoz, hogy rájöjjünk, hogy igazából mi vagyunk azok, akik ezt az egészet teremtjük, mi hozzuk létre, és mi vagyunk azok, akik ezt képesek vagyunk alakítani. Hogyan? Hát a hozzáállásunkkal. És akkor ez a nagy fekete katymasz, ahogy mondtam ott a kórházba, feloszlik. És nem lesz ott előttem. Nem nehéz, nem a francokat, nem.
Mert az anyám azt mondta, hogy létezik az a fekete katymasz. A nagyanyám azt mondta, hogy igen. A barátnő aztán még inkább, mert ő látta a Gizit smárolni a férjemmel. Az tuti, hogy létezik ez az egész dolog. Ugye múltkor is mondtam, ahelyett, hogy hálás lennék a Gizinek, hogy azt a minősíthetőt leviszi róla. És nem kell attól félnem este, mikor jön be a szobába, hanem egyszerűen csak eltűnik az életemből, és minden szépség van. De hát azért mi a társadalmi kondicionálás? Hát az, hát a férjem, hát azért mégse. Én úgy tudom, hogy a jogilag engedi ez a válás Magyarországon, nem? Hát akkor meg mi a probléma ezzel? Nem tetszik, elválunk, megy jobbra, meg balra, onnantól kezdve. Nem csak, hogy fel tudunk lélegezni, szabaddá válunk, megbocsájtjuk magunknak a problémát, vagy az korábbi dolgokat, hogy hozzámentem ahhoz a, akárkihez, elengedem ezt a dolgot, lemegy rólunk a súly, az a méreg kimegy a húgyhólyagunkon keresztül is, tehát kipisüljük azt a felesleges információt, eltűnik a sérelem, nem fog lerakódni a vesénkbe, nem tud csinálni vesekövet, vagy lehet nyelv Isten, nem kell utána kicserélni, nem jobban meg a balból tart, hanem mondjuk másnak a veséjére. Szóval ezeket így érdemes nézni. Aki ennél kevesebb módon, vagy kisebb módon, vagy másképpen nézi, az saját magának kezd el hazudni. Mert olyan mértékben tudjuk befolyásolni saját magunkat, hogy ez félelmetes. Ott ülünk és meggyőzzük magunkat. Hát találkozunk, most egy nő vagyok, nem bántom a nőket, tehát elmondtam, hogy ez egy nő vagyok, találkozok, akivel első reakció, ez aztán soha. Nulla kémia, meg mit mondanak, nem tudom, semmi nincsen. Három gyerekem van már tőle, és 15 éve férhez mentem hozzá. És megkérdezem tőle, hogy ezt hogy csináltad? Olyan édi volt. Mikor volt édi? Mikor volt édi? De konkrétan mikor volt édi? Nem változott semmit. Nem változott semmit. Mi az egésznek a végeredménye? Az, hogy hát igen, jó vele, persze, jó vele. Két perces az űrke. Mindenki tudja, hogy mit jelentett. Hát persze, mert hogy eleve már egy hazugságba mentem bele, mert valahogy megmagyaráztam magamnak, hogy mégis alkalmas egy párkapcsolatra, pedig első alkalommal rögtön vágtam, hogy nem, de megmagyaráztam magamnak. Ennek következtében létrejött egy hazugság, az a hazugság elkezdett valamit létrehozni, belültem egy ilyen szürke, fekete ködbe, akkor a valóságot már nem láttam onnantól kezdve. Rajtam volt 32 szemüveg, meg amit el lehet képzelni, és onnantól kezdve az a világ, az már csak homályos, meg izé, de azért három gyereket csináltunk, mert hát ha. Hányszor van az? Én legalábbis nagyon sok ilyennek találkoztam. Gond van a házasságotokban? Gond van. Mert te várandós vagy. Hát ez meg fog változtatni valamit. Ja, még egy teher lesz. A gyerek az áldás, de akkor már teher. Amikor ővel is kell foglalkozni, nem az van, hogy igen, Géza, te ilyen vagy? Tudod, mi a helyzet? Én meg már nem lakok itt veled, majd az ügyvédekkel intézzék a dolgot, azt elmegyek. Igen, de most már itt van egy gyerek is. Most már sokkal nehezebb. Mit csinálunk? Még három jön. Mert hát, ha megváltozik három, lehet, hogyha három gyerek az annyira leterhel bennünket, soha nehezen látunk a fejünkből, hogy akkor már nem foglalkozunk a problémával. Hát lehetséges, hogy ez. Hát nem. Hanem egyszerűen az történik, hogy elvesszük a lehetőségét is annak, hogy mi szabadok legyünk. Megmagyaráztuk, mondtam. Megmagyarázzuk magunknak azt, hogy hogyan élünk mi boldogan. Ez boldogság, könyörgöm. Nem ez a boldogság. Az a boldogság, amikor reggel fölkelek, oldal nézek, és azt mondom, hogy Istenem, ez a legjobb döntésem volt, hogy itt vagyok. Ha nem ez van, az hazugság. És az előbb vagy utóbb problémát okozhat. Akár a vesében. Mert minden párkapcsolati probléma először a vesében látszódik. Hogyan tudom ezt elmondani? Nagyon sokat végzek talpmasszást. Úgy kezdem rögtön, hogy puty, talp, közepe vese. Megnyomom, rögtön visítás van. Mondják, hogy valami szörnyű dolog van, leállt a vesém. Jaj, volt valaki hozzám, mondták neki, hogy leállt a veséje halálos, mert megnyomták és fájt. Mondtam neki, hát akkor nem nagyon beszélgetnénk, mikor volt ez két hete, akkor nem nagyon beszélgetnénk már, hanem csak vinném a virágot meg egyebeket. Gyere, menj. És akkor mi van mögötte? Hát mondom, nézzük meg, hogy melyik oldalon fáj. És
akkor megnézzük, hogy jobb oldalon vagy bal oldalon, hogyha bal oldalon az női dolog, hogyha férfi fekszik ott, akkor nagy valószínűséggel valamilyen konfliktus van családon belül, vagy ne adj Isten ugye a párjával, az is család állítólag. És akkor innentől kezdve, hát nem mindenki állít hozzá sajnos, és akkor innentől kezdve már könnyebb ezt az egészet kezelni. Benne vagyok egy hazugságba, és ezt a hazugságot nem ismerem el önmagamnak, nem szeretem magam annyira, hogy belássam, hogy ebben az egészben már nem érzem jól magam. Jaj, zsolami. Tehát, hogy nem érzem jól magam ebben az egészben. Gyerekek, hát hangolom. Már rovátról. Úgy rongáztam. Szóval a lényeg az az, hogy ez megint önvizsgálat? Hát megint önvizsgálat. Kőkemény önvizsgálat, ami abból adódik, onnan merem, hogy nem ismerem be magamnak, hogy valamikor hibát követtem el. És ugye most itt kezdem azt az egészet mondani, hogy egy párkapcsolat létrejötténél mindig a nők választanak. Kivétel nélkül, hiszen ők azok, akik beengedik az ő saját energiamezejükbe, aurájukba hívhatjuk, valahogy párkapcsolatukba, az életükbe, legtöbben még a lakásukba is, azt a férfit. Mindig a nő választ, igen, 95%-ban rossz. Nem én mondtam. Egy női tanárom mondta ezt az egészet, mikor ültek a hölgyek, és mindenki mondta, hogy ja, igen, minden szuper, a férfi a 96%-ban csak a szexualitással vannak elfoglalva, minden nő mutogatott arra a három férfire, aki ott ült, és akkor így ült a tanárnő, és mondja, hogy a nők meg 95%-ban. Pont. Miről beszélünk? Mert hogy ez egy gyökércsakrás, ez egy alsó, egy teremtő energia, ezt nem lehet kidobni, ez egy fontos dolog. Az más kérdés, ugye, hogy beszéltünk róla, hogy mennyire tudunk beleragadni ebbe a helyzetbe, és onnantól kezdve problémák sorozatát hozhatja létre. Akár szexuális függőségeket, vagy bármi mást, ami ezzel kapcsolatos. De hát innentől kezdve, ugye, hogy arról beszéltünk gyakorlatilag, hogy a nők választanak, de 95%-ban rosszul. Nem azért, mert hogy valami még ez pidugonzálsz. Nem azért, mert hogy gyakorlatilag nem látják át a helyzetet, nem, azért, mert megbeszéljük magukkal, hogy az úgy jó. Nem bántunk senkit, és egy kicsit komoly ez a dolog azért, mert lássuk meg, hogy ezzel egy életet tönkre lehet tenni ebben a dolgokkal. Tehát, hogy az jó. Oké, hogy semmi nem jó, tehát nem tudok vele beszélgetni, az ágyról ne is beszéljünk, de van kocsia. Meg van lakás, jó anyagi helyzete van, meg minden más. Ez nem megoldás. Tehát egy kapcsolat az három lábon áll. Kell hozzá kommunikáció, barátság, vagy harmónia, vagy gyengétség, és az intimitás. Ez a három láb. Bármelyiket kirúgom, két lábon nem áll meg az a rohadt szék, már bocsánat. Én nem láttam még olyan, hogy hívják, milyen az a három lábú szék, amit karácsonyon köszönt. Luca széke. Köszönöm. Tehát három lábú luca székből az egyiket kirúgom, az nem fog megállni, csak ha be van betonozva. Akkor bármelyiket kitörhetem az újra, de rájulok, akkor is felborul. Azért mondok ilyen hülye példákat, hogy értsem meg azért, hogy lássuk már meg ezt az egészet, hogy az összes problémánk abból is adódhat, hogy olyan felesleges kompromisszumokat kötünk, meg olyan felesleges dolgokat magyarázunk meg magunknak, tehát hazugságok halmazában élhetjük le az életünket, amelyek igazából csak nekünk ártanak. Legyünk már őszintén. Tehát nem elég. Tehát hányan ültek ott emberek előttem, és akkor mondják, hogy úgy szeretjük egymást, még minden rendben van, és hát úgy házassági évfordulókon szoktunk együtt lenni. Évente egyszer? Persze, mégis úgy. És mégis mennyi idősek vagytok? 41 évesek. Tényleg? Hát, impotenciát, tehát ilyen valamilyen merevedési problémákat? Nem. Egyszerűen csak az bőven elegendő, mert igazából mi ilyen baráti viszonyban vagyunk. Ha, könyörgöm! A baráti viszonyban az vagyunk, hogy ő is ott lakik meg itt, vagy társbérletben bérlünk egy lakást, mindenkinek van egy szobája, nem fekszünk ott egymás mellett. És akkor még ráadásul rám is rakja a kezét, meg a lábát. Meg nem is tudom, mit csinál. Fú, azon nem is beszélek. Fú, pont velem. Hát nem, hát ez külön helyen van, az viszontlátásra.
ilyenek vagyunk, képzeljétek el, hogy ezt csináljuk, hogy megmagyarázzuk magunkat, hogy az jó. De ezt vegyétek észre, hogy leszűkítve ezt a dolgot csak így a párkapcsolatra, ez mind problémát okozhat a veseinkbe. Problémát okozhat a veseinkbe, és akkor onnantól kezdve most egy picit ugorjunk be nagyon röviden a húcsolyagba, mert a vese az sokkal fontosabb volt. Mondjuk azt mondják, hogy felfázott, és vannak vizelési problémák, meg egyedek. Uh-huh. És azt elfelejtjük mondani, hogy mit mondott a portás, mikor ment befelé a munkájára. Gizika maga 60 kilót hízott? Vagy hogy néz már ki? Ez egy probléma. Ez egy sértés. Ez egy sérelem, amit nem tudunk megbocsájtani. Rosszul esik. Hát nem csak egy férfinek, nem csak egy nőnek, egy férfinek is rosszul esik egy ilyen dolog, amikor elkezdik őt piszkálni. Könyörgöm. Ez nem egy vicces téma, de igen, nem tetszik az azon nagy felületen szép. Hát, és az úgy jó. Hogyha ő neki az megfelel, hát ő éli magával az életét, nem én. Ha őt megítélem, megint visszamenne az egészet, nem tudja átadni nekem az ajándékot, mert képzeljétek el, hogy az ítélkezés az egy olyan fogság, amikor nem tudjuk átvenni a másiktól az ajándékot, amit hozna nekünk. Egy kedves szót, egy jó állást, egy baráti ölelést, ha mélyebbre megyünk, egy jó párkapcsolatot, vagy akármi mást. És az ítélkezésre ezt tönkrevágjuk. A kapcsolatot megszakítjuk az elején. Nem jöhet létre a párkapcsolat. Nem jöhet létre. Megítéltem onnantól kezdve már, akármit mond, nézek rá, onnantól kopasz, hogy hagyjam. Jó, elmegyek haza, elfelejtődött az egész, közben úgy szeret, hogy majd megveszik értem. De hát esélyt sem adtam ennek az egésznek. Visszaugorva a dolgra, hogy az ítélkezéssel mit csinálunk meg, hogy a párkapcsolatokban miket is tudunk egymással tenni. Azért ragadtam ki ezt az egészet, mert ezen keresztül ilyen vicces formában lehet megérteni, hogy minden így működik. Tehát a világ összes pillanatával, részletével való kapcsolódásunkat ugyanígy szét lehet boncolni, és megérthetjük, hogy azért nem értettem meg azt, mert eleve úgy álltam hozzá. Hát könyörgöm, hogyha leülök és egy filmet nézek, és én rögtön, ahogy leültem, akkor azt mondom, hogy szar film lesz, hát fogok én rajta szórakozni? Hát nem. Vagy felállok 10 perc után, kimegyek, elzárom, azt kb. 11. perctől kezdve meg a hasamat foghatnám úgy nevetni. Hát ugyanígy van. Elmegyek egy munkahelyre, és úgy megyek be, hogy úgy mondta, nem tudom ki, hogy ezzel a munkahelyen aztán a főnök az egy gyilkos, és akármi, és itt nem tudom. Minek megyek oda? De elmegyünk oda. Még föl is vetetjük magunkat. És járunk dolgozni. És akkor mondjuk, hogy milyen a munkahely. Ha, hagyjál már te igazad volt, hú, nagyon szar. Miért dolgozott? Hát tudod, meg se tudja mondani, miért dolgozik ott. Talán azért, mert dolgozni kell, mert hogyha azt mondaná valaki, hogy azért dolgozom ott, mert hogy a szükségleteimet akarom azokkal az anyagiakkal kielégíteni, akkor az egy dolog. Időlegesen ez nem egy kompromisszum, hanem ez egy érdekkapcsolat. Ott vagyok, nem bánt igazából senki, meleg van, elvégzem a munkámat, én is úgy állok az egészhez, megkapom a fizetésemet és elmegyek haza. Ez egy ilyen dolog? Na de ezt párkapcsolatokban nem lehet csinálni. Tehát azért vagyok együtt vele, mert hogy most nem mondtam. Mert jöhet a nap. Aztán. Tehát nem. Ebben nem lehet, ott nincsenek kompromisszumok. Vagy hajlandóak vagyunknak őszintén igazat mondani, vagy egy életen keresztül szenvedhetjük az egészet. És utána létrejöttnek olyan problémák, amire azt mondjuk, hogy hát ez kizárt dolog, mert fölemeltem a 600 kilós cementes ágot, és azt húzta meg a hátamot. Pedig fájdalom, vese. Na azért, becsém, azért, mert hogy hazudj saját magadnak. És akkor 10 évvel korábban, de mondjuk egy héttel korábban, amikor még nem volt ott az a konfliktus, akkor miért nem fájdult meg a hát? Azért, mert már nem így emelt. Jó van. Tehát mindent meg lehet magyarázni, egy ilyen egoista embernek nem tudsz mit mondani, tehát ott szokták mondani a bölcsek, hogy igazad van. Kész. És akkor 5 perc után leteszem azt a terhet, hogy 2 órán keresztül próbálom győzködni, és a 2 óra múlva úgyis bevisz a sarokba, és na ugye mondtam, hogy te hülye vagy. Kész. Egyszerűbb azt mondja, hogy 5 perc után igazad van, na tudtam, hogy hülye vagy, elmegy, úgyse tudsz válaszolni a kérdésre, be van fejezve. És akkor az ennyi. De amikor ezt magunkkal csináljuk, amikor egyszerűen nem vagyunk őszintén magunkhoz, az már gáz. Mert azért mégis én vagyok.
saját magam a 24 órát, tehát legalább magamnak ad legyek már őszinte. És ez azért annyira fontos, mert hogyha önmagammal őszinte vagyok, onnantól kezdve azok a legkisebb hazugságok, amelyeket azért úgy beszoktuk sóhasztani az életünkbe, nem tudják tönkretenni az életünket, nem tudnak akár vese problémát is okozni, vagy mondjuk a hólyagunkban bármilyen problémát létrehozni. Nagyon érdekes irányba mentem el, mert mondom, abból szinte semmit nem használtam, amivel le van írva, mert hogy itt azt érzékeltem, hogy inkább így kellene valahogy ezt az egészet kibontani, és nem úgy, hogy a vesébe a vesemedence van, és akkor annak a gyűrődéseibe ez történik, mit szív föl, és akkor ezekbe az alvalósokban egyéb dolgok történnek, hanem azt, hogy azt vegyük észre, hogy hogyan tudjuk saját magunkat belecsábítani egy olyan dologba, ami utána nekünk okozza a problémát, és nem valami másnak. Az a helyzet, hogy ez mindjárt pimpimpezni fogott az a hülyeség, szerintem már nagyon belehúztuk, nem? És jó, ezek azt nem is kell ezeket magam. Ezek most ilyen nem kellene. És hogy hogyan lehet ebből egyszerűen kijönni? Hát úgy, hogy megint itt van párom és kedvesem Voller Virág, aki megint fog nekünk mutatni valami egyszerű trükköt, hogyha már benne vagyunk egy testi tünetbe, hogy hogyan lehet annak azt a testi tünetet csillapítani, esetlegesen abból kimászni. Ehhez az előadás sorozathoz a gyógyító hangokat hoztuk el, mint terápiát, ami ugye kiegészíti azt a dolgot, hogy ha foglalkozunk önmagunkkal, akkor mivel tudunk még segíteni abban, hogy minél hamarabb meg tudjunk gyógyulni bizonyos betegségekből. A gyógyító hangokról múltkor nem sok mindent mondtam, úgyhogy egy kicsit bővebben szeretnék róla először beszélni. A gyógyító hangok azért nagyon fontos, mert a hangok magukban is rezgésváltozást idéznek elő. Tehát ez nincs máshogy a testünkben sem, és vannak olyan hangok, amelyek bizonyos szerveinkre hatással vannak. Ezek a hatások feloldják a szerveinkben a különböző feszültségeket. Tehát, hogyha ér minket egy trauma, keletkezik egy feszültség abban az adott szervben, ami a problémához kötődik, ebben megreked az energia, nem tud megfelelően működni, kialakulhat egy betegség, és ezt valahogy meg kell oldani. Megoldhatjuk úgy is, hogy feloldjuk a lelki problémáinkat, de megoldhatjuk egy kicsi rásegítéssel, akár egy terápiával, akár egy masszázsral, de ezt mindjárt elmondom, hogy kötődik ide. Kimutatták azt, hogy minden szervünk kapcsolatban áll egy izommal. És amikor egy izom befeszül, feszültség van benne, akkor nagyon sokszor az az oka, hogy az adott, a hozzá kapcsolódó szervben is van egy feszültség. És ezáltal a mozgásunk bekorlátozódik. Valakinek fáj a válla, nem tudja mozgatni a nyakát, a karját, nem tudja megemelni. Meg kell nézni, hogy ezek mögött az izom kötöttségek mögött milyen kapcsolat lehet az adott szervvel, ami ahhoz kötődik, és akkor meg tudjuk állapítani, hogy például abban a szervben valamilyen probléma van. Tehát nem is az izommal lenne a probléma, hanem az adott szervvel. És ezeket, hogyha feloldjuk, akkor bizony meg fog növekedni az izmunknak is a mozgás tartománya. Ugyanúgy tudunk visszafelé is hatni a szerveinkre. Például, hogyha mozgunk, hogyha az izmainkat ellazítjuk, elmegyünk egy jó masszázsra, ami kilazítja az izmokat, vagy jógázunk, amivel nyújtjuk az izmokat, vagy egy táncos alkalommal, amikor izolálunk, vagy amikor mozgunk, bármilyen mozgást végzünk, az ugyanúgy visszahat a szerveinkre is, tehát akkor egészségesebb lesz az egész szervrendszerünk. A legutóbbi alkalommal, az előző alkalommal a tüdővel kapcsolatban csináltunk egy ilyen gyógyító hangot. A következő témánk ugye a vesehang. 5 fő szervet különböztetünk így meg. Az első a tüdő, a második a vese, a harmadik témánk a máj lesz, a negyedik a szív, és az ötödik a lép. Minden szervnek van egy társszerve.
Tehát, hogyha erre az öt szervre végezzük ezeket a gyógyító hangokat, akkor tulajdonképpen az már 10 szervre hat ki, tehát akkor már tulajdonképpen az egész testünket gyógyítjuk ezekkel a hangokkal. Nagyon fontos a hangoknak a sorrendje is. Ugye, aki nem volt itt az előző alkalommal, akkor nem hallotta a tüdő hangját, de majd az előadás sorozatunknak a végén ott az összes hangot el fogjuk ismételni, és akkor majd annak a sorrendnek megfelelően jó, hogyha az ember ezt az egészet gyakorolja. A tüdő a múltkori alkalommal az az ősznek volt a szerve, az őszhöz tartozott, a vese pedig a télhez, tehát most ez nagyon aktuális. Ebben a sorrendben kell ugye haladnunk majd, ahogy az évszakok is természetesen haladnak, mert ez biztosítja azt, hogy megfelelően elosztódjon a hő a testünkben. Na most meg fogjuk csinálni a vese hangot, és azt szeretném kérni, hogy mindenki próbáljon meg kiülni a székének a szélére. Hogy semmi ne akadályozza az energiának a mozgását, tehát itt ne legyenek át. Mindenki megvan? Kicsit összekapjuk most tenni a kérdőket. És ugye itt van a vesénk itt hát. Mindenki koncentráljon egy picit a vesényére. Fogjuk meg így a térdünket, nyújtsuk ki a karunkat, és nyomjuk hátra a hátunkat. Azt fogjuk észrevenni, hogy picit feszül a hát. A tüdő, vagy a vesének a hangja a hú hang. A negatív érzelme a vesének a félelem. Ha valamitől nagyon félünk, és végülis nem lesz semmi problémánk, mit mondunk? Hú, ezt megúsztam, igaz? Tehát minden információnk megvan. Tehát a vesének a gyógyító hangja a hú hang. Ezt a hú hangot úgy fogjuk kiadni, mintha elfújnánk egy gyertyát. Jó? És amikor kiadjuk ezt a hangot, a hasunkat kicsit a gerincünk felé fogjuk préselni, hogy a veséből kipréseljük a nem kívánatos energiákat. Jó? Tehát megfogjuk a térdünket, és húhogunk egy kicsit, jó? Jó, most egy kicsit szétnyitjuk a lábunkat, feltesszük a tenyerünket, feltenjük ezeket a combunkra, becsukjuk a szemünket, és elképzeljük, hogy a vesénkbe egy gyönyörű, szép, ragyogó, kék szín áramlik. Ez pedig a gyengédségnek a kék színe. Ugyanis a félelemnek pozitív párja a gyengédség. Gyengédség a párkapcsolatban, gyengédség a barátainkkal, a családunkkal. Ide tartozik még az is, hogy éberek vagyunk és nyugodtak. Nincs bennünk félelem. Megoldjuk a problémáinkat, konfliktusainkat. Mosolyogjunk a vesénkre. Mondjuk neki, köszönjük, hogy jól dolgozol. Mikor használhatjuk ezt a tudást? Természetesen, ha bármilyen vese problémával küzdünk, de használhatjuk akkor is, hogyha hátfájásunk van, mert az általában, ahogy Bendegúz is elmondta, a vese sugárzik ki a hátunkba. Vagy ha fáradtságot érzünk, szédülést, említette Bendegúz a fület, ha fülcsengésünk van például. Vagy hogyha méretteleníteni szeretnénk a vesénket, vagy ha felfásztunk, tehát hogy a húgyhújrakra is kihat, mert az a társzerve. Tehát használjuk bátran, bizalommal, ezt a hangot jó, hogyha 9-szer, és a 9-nek a többszörösével használjuk. Tehát 18-szor, 27-szer, 36-szor, de valakinek nagyon nagy problémája van, akkor akár hányszor elmondhatja, amíg az a probléma el nem kezd felődni. Köszönöm szépen!
Köszönöm neki. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Hát igen, legjobbat csinálj. A lényeg az, hogy, hogy ez egy egyszerű megoldás. Rengeteg alternatíva van arra, hogy akár a versenyben meglévő problémákat kezeljük. Attól függ, hogy milyen hívrendszerünk van, tehát elmondtam az elején, elmenjünk orvos irányba, vagy természetgyógyászok irányába. Tényleg nagyon jó terápiák vannak, legyen az akár csak egy családállítás, vagy bármilyen hasonló. A lényeg az, hogy mindig legyünk őszinték magunkhoz, és keressük meg az érzelmi töltetet, és az, amikor feloldódik, higgyétek el, és a megbocsájtás létrejön. De úgy is tudnám mondani, hogy valahogy úgy néz ki ez az egész, hogy amikor megértjük a problémát, elfogadjuk azt, és elengedjük, onnantól ténylegesen az megszűnik létezni, és onnantól kezdve nagyon könnyen meggyógyulhatunk, még a legsúlyosabb esetekben is. Vannak olyan helyzetek, amikor már a kilépés, ugye, tehát a halál az szinte elkerülhetetlen, mert hogy olyan életet éltünk, aminek ez volt az egyenes következménye, de az esetek nagy többségében mindig van lehetőségünk választani, és valami mást választani, valami szebbet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteteket, és hálás vagyok, hogy itt voltatok. Ennyi fért bele ebbe az egészbe, rengeteg dolog jött felém, úgyhogy elnézést kérek, hogyha úgy nézett ki, hogy nem tudok pontosan beszélni, de annyi kérdés volt, ezeket legközelebb inkább majd szóba tegyétek föl, mert így nehezen tudom kezelni őket, de hálás vagyok, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen!